itt vagyok egy régi étteremnél, ami valószínűsíthetőleg a főutat szolgálta ki nagy részben, ugyanis a főút régebben itt húzódott, és szerintem ez okozta a vesztét is, ugye a forgalomhiány. Régebben már voltam benne, és felfedeztem idén lakosoknak a nyomait, szóval most benézünk újra, és felfedezzük az egészet. Gyertek! Na itt van ugye maga az étteremnek a belső helyisége. Hát ha tippálnám kéne, akkor ez valami kiülő nyári részlet, tehát vagy tároló. Nem is tudom, ez volt a tároló akkor, ott pedig a pince. Nézzünk ide be. Ugye itt mondtam, hogy látható ilyen idén lakosoknak a nyomai. Nem csodálom, hogy itt nem lakik senki. Hát ugye ez teljesen rommá van ázva. Látjátok, hogy lecsöpögött a vakulat. Ágy még itt van. A régi bútorzat, nézd meg. Fotelek. Hát ez már csak putri. Nézd meg a többi helyiséget. Ez volt ugye a fogadó helyisége. Itt van még az ajtó is, tele van ilyen régi matricákkal, arany, ászok, kanizsai, világos sör, kőbányai. Uha! Hú, itt már beszakadt a tető is. Ez, ez volt a hálószoba. Ott van még az ágy, látod? A szép, hogy pont az ablakkal egy magasságban vagyok, törmelékügyileg. Ott a fotel. Fú, tel van bogára. Durván néz ki. Hát ez igazi putri feeling. Tehát nem az a falusi parasztház az érintetlen, ahol nem olyan régen voltam. De ez azért más kategória. Valaki itt hagyta a játékmackonát is. Na, benézzünk ide a sufniba is. Jól van bogára. Itt is van egy pár üveg. A koncsukban milyenek vannak. Bogár. Nagyon vészes. Teodora Quelle. Mineralwasser. Ez német üveg. Érdekesek. Nem is igazán találtam alkoholos üveget. Pár ilyen boros volt, de nagyjából ennyi. Itt is csak mineralwasser, más nincs. Erre megvan a pince. Uha. Bedobálták ide a bútorokat. Hát így nincs sok minden. Ez meg volt itt a kerti WC. Ezt sem használták.
Pepsi Generation. Na, itt meg tele van szólva régi üvegekkel. Sucsak, milyenek vannak. Seven Up, ugye ez mind visszaváltató. Látjátok. Schweppes, Seven Up. Schweppes. Mi ez, de jó? Mi ez? Egy literes üveg visszaváltható. Tök jó a Penta. Ezek ilyen 90-es évek szerintem. Talán még. Jó. Ja. Ez is. Mi ez? Mi ez? Etűd. Pepsi, üveg. Ez is több jó. Ide szólták ki azokat a szemeteket, amik még megmaradtak az étteremnek a bezárása után. Jé, gyöngy! Gyöngy! De jó! Nem vittem, hogy ilyet megtalálok fel. Ez is gyöngy! De jó állapotban megmaradt. Kékkuti széndioxid, de dúsított ásványvíz. Nézzük csak meg! Bazacsony vidéki pincészet. Mikor én? Nincs rá, hogy mikor én. Szerintem. Ez meg mind az, hogy ez... Ja, hogy ez mind gyöngy. Azt a rohadt élet. Itt van egy... Jézus, az egy... Itt van egy rakással. A róna. Pasztőrözött. Hú, gyerekek, valakinek kell ilyen, akkor szóljon, van egy rakással. Régi márka. Ez is mind gyöngy. Ez a róna. Ez mind gyöngy. Durca. Na, nagyjából összevágottam azokat az üvegeket, amik úgy érdekesek lehetnek. Ezek hát körülbelül a 90-es években zárhatott be, mert a legújabb üveg, idézőjelben újabb, az 1996-os nyereményjáték van rajta az egyik kólán. Meg is tudom mutatni nektek, itt van. Hajrá az aranyért nyereményjáték, 1996. január 15. Tehát, hát körülbelül ilyenkor zárhatott be, ebből következtek. Ez még visszaváltatós üveg. És olyan érdekességet lehet találni, mint a előző részekben is találtam gyöngy, abból van vagy két ládányi ebből a gyöngyből, ugye Sprite, gyöngy, róna, erről még nem is hallottam, róna. Pasztőrözött róna, ugye ennek volt több változata is, mondjam, mert ez ilyen sárgásabban ráírva debreceni róna, és kékút, tisztindioxid, a dúsított ásványvíz. Ez mind üveg természetesen, ugye pont a narancs. Hát és ilyen még régi, ilyen 90-as években üvegek, tökéletes. Tele van velük az egész itt még. Ha valaki esetleg akarna a üveget, azt csak szóljon nekem, adok neki, annyi van, mint az áll.